Jó estét kívánok! Ma esti aktuális című műsorunk vendége Varga Máté, a Badacsonyi Varga Pincészet társ tulajdonosa, és mielőtt elkezdtünk beszélgetni, azt kérdeztem, hogy hogyan tudnálak bemutatni tulajdonos, társ tulajdonos, és azt mesélted, hogy mivel édesapáddal közös a cég, ezért te a társ tulajdonosi elnevezést kaptad itt a cégen belül. Miért is? Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást! Igen, édesapámmal beszélgettünk erről, hogy hát ő az alapító, akkor legyen ő az alapító tulajdonos, és mivel én is tulajdonos vagyok a cégben, ezért helyén való kifejezőbb, hogyha én mint társ tulajdonos jelenek meg, nem csak mint tulajdonos, mert az félreérthető lenne, de mindenképpen azt akartuk, hogy érezhető legyen, hogy ez egy családi vállalkozás, és együtt dolgozunk. Tehát akkor apukád aktívan részt vesz a cég életébe. Milyen feladatmegosztás van köztetek? Jelenleg a kereskedelmet és a marketingért vagyok felelős, édesapám pedig minden egyéb máson tartja a kezét, tehát elsősorban a termelés, a szőlőfelvásárlás, egyéb meg mindenféle más pénzügyi, gazdasági témákkal is ő foglalkozik. Ha már marketing és kereskedelmet említettél, akkor ez azért az utóbbi időszakban elég fontos része volt a ti cégetek életében is, hiszen azért benne is voltunk egy koronavírus járványnak, amely a borászatokat is nagyon súlyosan érintette. Titeket hogyan? Hál' Istennek jól vagyunk, tehát hál' Istennek a cégben sem volt fertőzés, illetve családtagokról sem tudunk, hogy bárki megfertőződött volna a kollégák közül. A forgalmunk is megvan még, tehát a tavalyi évhez képest tartjuk a bázist, ez is egy nagy dolog, ennek is nagyon örülünk. Amikor elkezdődött az első szigorítások bejöttek, amikor a vendéglátást bezárták, akkor megijedtünk mi is. Mert ugye először azt gondoltuk, hogy hát kenyérre, borra, tejre mindig van szükség, de azért az, hogy a vendéglátás az egyik napról a másikra gyakorlatilag eltűnik, Ez egy sok hatásként ért minket is. Tehát volt egy olyan hetünk, amikor a forgalmunknak a 70%-át elvesztettük. Az ijesztő volt. Volt, hogy le kellett állítanunk a palackozó sort, mert megteltek a raktárak. Mi minden nap két műszakban, 16 órában töltjük a borokat, úgyhogy soha nem volt még ilyen. És akkor a kollégák kimentek a szőlőbe kapálni, hogy valami munka azért legyen, de hál' Istennek is szép lassan visszaépült a forgalmunk, és idővel már azt vettük észre, hogy a hiányzó vendéglátói forgalmat a kiskereskedelem pótolja, hiszen a fogyasztóknak volt igényük ugyanúgy a borra, de akkor otthon fogyasztották el. Ráadásul ugye a home office rendszer miatt a legtöbb munkahelyen ez működött. Azért az ebédhez is el tudtak fogyasztani egy pohár bort. Tehát. Ugye nagyon sokan használták abban az időszakban, és most is nagyon sokan használják a webshopokat. Nálatok ez mennyire jött be? Nem is tudom, kb. 8-10 éve van már webshopunk, tehát hál' Istennek van már egy kiépített bejáratott rendszerünk, illetve van egy törzsövő közönségünk, aki rendszeresen használja, úgyhogy a webshopunk forgalma meg 7-szereződött, meg 8-szorozódott. Ez annak is köszönhető, hogy amint a szigorításokat bejelentették, akkor mi azonnal elengedtük a házhozszállítás díját, hogy ezzel is tudjuk segíteni a védekezést. Gondolom ez a fajta gesztus is jelentett egyfajta forgalomnövekedést. Ez az egyik tanulsága a pandémiának, hogy a webshoppal komolyabban kell foglalkozni, mint eddig gondoltuk, tehát sokkal nagyobb potenciál van benne. A ti árbevételetek hány százalékát teszi ki az export, és ennek hiánya, mert gondolom ez is volt, mekkora problémát okozott? Hát a teljes értékesítésünk az kb. 14 millió palack, ugye 0,75 literre átszámolva mindent, mert vannak másfél literes boraink is. Az exportunk pedig 3-400 palack, tehát ez elenyésző. Érdekes, hogy a környező országokban, tehát mondjuk a Felvidéken kicsit nőtt a forgalmunk, ott a felvidéki partnerünk elsősorban a kiskereskedelembe szállít, tehát valószínűleg ugyanaz a hatás volt ott érezhető, mint nálunk. Egyéb, tehát ilyen messzebb, nem tudom, Brazíliába vagy Távol-Keletre pedig a forgalom visszaesett jelentősen, de ez az exportnak a kisebb hányada. A szállítást hogy oldottátok meg? Általában mi export dolgozunk, tehát csak az árut adjuk ki, és a megrendelő, a vásárló intézi a szállítást.
a felvidéki partnerünk esetében nekik van egy szállító cégük is, úgyhogy ez viszonylag gördülékenyen működött. Ha pozicionálni kellene magatokat, akkor hova pozicionálnád? Milyen típusú borokat és kiknek készítetek? Igen, ez egy jó kérdés. Ugye vannak, tehát most a termékeinkből indulok ki, vannak bázisboraink, amik most már, hát már 800 forint fölött, majdnem 900 forint körül járnak, és vannak prémium boraink, ami 1200-1400 forint között mozognak. De ez még mindig az alsóbb kategóriás árakat igen. tükrözi, ugye? Hát ezt igen, gondolom. Igen, árak szempontjából mindenképpen pont ezen gondolkodunk is, hogy a prémium boraink azok még mindig alul árazottak. Hát egyrészt tehát a tavalyi év tekintem, akkor nemzetközi borversenyeken 19 aranyérmet és 2 nagy aranyat hoztunk haza, ez rekord, még soha nem nyert senki külföldön ennyi aranyat. Az idei évben pedig tegnap kaptam a legfrissebb hírt, most már 35 aranynál járunk. Tehát a jó minőség megvan, a prémium minőség megvan, ezt el is ismerik, külföldről nagyon sok elismerést kapunk így. Ez nem jelenti azt, hogy most akkor megduplázzuk az árainkat, vagy megháromszorozzuk, mert erre azért sajnos van példa, de lehet, úgy gondoljuk, hogy kicsit talán alul vannak árazva ezek a borok, egy 1500 forint körül már reálisabbak lennének. Kik azok, akik a ti boraitokat nagyon szeretik és vásárolják? Viszonylag széles körben kedveltek vagyunk, és ez is a célunk. Tehát a bázisborainkkal a mindennapok elérhető, jó minőségű, élvezhető termékét, borát szeretnénk adni. Nyilván, ha egy családban minden nap, 3-4 fős családban minden nap kinyitnak egy palacbort, akkor azért kevesek engedhetik meg maguknak, hogy ez egy több ezer forintos bor különlegesség legyen. De ugyanakkor a prémium borainkkal is próbáljuk minél szélesebb rétegek számára elérhetővé tenni azáltal, hogy bőven 2000 forint alatt tartjuk az árat. Ugye nagyon sok olyan típusú ital tört be most a piacra, amit régen nem fogyasztottak az emberek, ugye ilyen a rozé, amire azért nagyon sokan ráálltak, és talán a pezsgő is most megint új szeleket fúj, és nagyon sokan szeretik és isszák. Ebbe ti gondolkodtok, és vannak ilyen típusú termékeitek igen. is? Igen, pont tavaly összejöttünk ki az új pezsgő családunkkal, ez egy háromtagú család. Csak ott gondolkoztunk, hogy milyen trendeket kövessünk, tehát most Magyarországon, ami látszik, hogy a hagyományos palackos erjesztésű, érlelt, élesztős pezsgőkkel foglalkozik most minden borászat. Ugyanakkor meg azt is látjuk, hogy Olaszországból a Prosecco divat betört, és figyelembe véve azt is, hogy a fehér és rozéboroknál, prémium boroknál is a friss gyümölcsös borak elendő, így mi is ezt az utat választottuk pezsgőben, hogy friss gyümölcsös üde, de különleges prémium pezsgőket termeltünk. Egyébként három fajtával jöttünk ki, ennek megfelelően egy írsolivérrel, egy Pinot Noir rozéval és egy küvépesgővel, és pont ez volt a célunk, hogy olyan fogyasztókat is elérjünk, akik amúgy a klasszikus, hagyományos pezsgőt nem annyira kedvelik. Kóstoltatásokon nagyon sok embert meg tudtam lepni ezzel a pezsgővel, és további terveink is vannak. Ugye a pezsgő általában egy téli, vagy inkább az új év, a fogyasztása inkább az újévi szokásokhoz kötődik. És szeretnénk, hogyha ez nyáron is valamilyen formában a kereslet megerősödne. És erre azt találtuk ki, hogy egy bartender ismerősöm recepteket talált ki, egy ilyen pezsgő alapú koktél receptet, amiben nem veszik el a pezsgő. Úgyhogy mi azt pezsgő spricceknek hívtuk el, tehát gyakorlatilag kicsit a fröccsre utal, ugye a fröccsnek a régi, végül is magyar elnevezése, igen. De ugye a spritzer, és ezt fűszereztük meg még, tehát az írsai esetében egy kis körtésziruppal, lime-mal és bazsolikummal, és egy nagyon kellemes hűsítő ital sikerült létrehozni. Hát a terveinket áthúzta a járvány, tehát mivel ez egy prémium termék, ezért
a beindítását elhalasztottuk, viszont nyár végén, amikor láttuk, hogy már kezd normalizálódni az élet, főleg vidéken, akkor újraindítottuk, és néhány helyen kipróbáltuk itt a Balaton környékén is, és Budapesten is, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Úgyhogy jövőre mindenképpen foglalkozunk. Most még azon gondolkodom, hogy térre esetleg szintén valamilyen receptet ki kellene találnunk. Mindenképp, ha már kísérletezés és újdonságuk, akkor egy másik történetbe is belevágtatok méghozzá. Meghirdettetek egy must koktél bajnokságot, ha erről mesélnék. Igen, ez szervesen kötődik az előző témához is. A vendéglátóhelyeken, miután láttam a pozitív fogadtatást, gondolkoztam, hogy valamilyen alkoholmentes megoldást is ki kell találnunk, és mi már évek óta töltünk 3 literes borzsákba Irs Olivier mustot, és ugye a borzsák, mivel a kitöltés folyamán nem kerül a zsákba a levegő, hanem összelapul, ezáltal nagyon sokáig eltartható, tehát épp most tesztelem, de már 2 hónapja nyitva van az asztalon egy Irs Olivier must borzsák, és borzsáknak hívom, mert maga az acskót úgy nevezhetjük, de jövőben lehet, hogy átkereszteljük muzsáknak. És még melegen, tehát még hűtőn kívül sem erjed be, úgyhogy, és ez egy semmilyen kezelést nem kapott, tehát leszűrtük és letöltöttük, semmilyen segélytartósítószert nem használtunk hozzá. És hát ebből találtunk ki egy receptet szintén a pezsgős spriccek mellé, és ahogy mutattam a bartender ismerőseimnek, ők mondták, hogy ezt el tudnák képzelni vodkával, ginnel, rummal, valamilyen különleges italként is, és rákérdeztem, hogy hát hol láttak ilyet, vagy honnan jön az ötlet, és mondták, hogy sehol. És akkor gondoltam, hogy ha ezt még sehol, nem csak Magyarországon, a világon sem tesztelték, vagy nem jelent meg versenyeken, receptekben, akkor lehet, hogy nekünk el kellene indítani. És a Mojito mixeriskolával partneri viszonyban vagyunk, pezsgő partnerek vagyunk, mi adjuk nekik a pezsgőt, és nagyon tetszett nekik, elsőre igent mondtak, hogy együtt rendezzük meg ezt a versenyt. Így ők lettek a szakmai lebonyolítók, és a Magyar Bartender Szövetség is felkapta erre a fejét, és ők adták a zsűrit. Úgyhogy először az interneten lehetett jelentkezni, be kellett küldeni a receptet és egy profi fotót a koktélról. Ez alapján kiválasztották a legjobb. Én szándékosan kimaradtam a zsűriből, mert azért ez nem az én asztalom még. És kiválasztottak a legjobb 5 italt, és akkor a legjobb 5-nek pedig szerveztünk egy döntőt, ahol már ott előttünk le kellett keverni a koktél, bemutatni. Erről készültek filmek, kisfilmek a egyesével is, tehát mindez 5 bartendert bemutattuk munka közben. És nagyon örülünk, mert tényleg az ország legjobb szakemberei jöttek el, és olyan különleges receptekkel, hogy nagyon-nagyon elégedett volt mindenki. Tehát aki megnyerte például a Tengely Norbert, ő a tavalyi országos bajnok, és a világbajnokságon, Shanghaiban pedig a 17. lett. Hát egy nagyon magas színvonalú versenyt tudtunk lebonyolítani, úgyhogy nagyon, nagyon hálásak voltunk mind az iskolának, mind a szövetségnek is. Ugye miután a tévében is beszámoltunk erről a versenyről, azért bennem felmerül, hogy bármilyen italhoz lehet párosítani a mustot? Hát ezek szerint igen, mert itt többféle verzió érkezett. Igen, ugye itt azért legalább ott 5-6 összetevő van, tehát itt a helyes arányokat kell megtalálni. Mindenféle recepttel találkoztunk. Volt, aki ananászból erjesztette sörszerű italt, és azt is hozzáadtam. Egyébként egy feltétel volt, hogy 3 cent mustot minimum fel kellett használni, hogy teljesen egyértelműen érezhető legyen benne a must is. Ezzel a versennyel hagyományt szeretnétek teremteni? Tehát, hogy a tervek szerint akkor jövőre is megrendezitek? Igen. Hát most ugye szeptemberben volt a versenye, szeretnénk májusban megrendezni, tehát még ugye a szezon előtt. De mi úgy néz ki, hogy ha jövőre is sikeres lesz, akkor mindenképpen ebből egy hagyomány szeretnénk, illetve beszélgettünk arról is, hogy a környező országokban, illetve Európában más országoknak is van mustja. Biztos, hogy valamilyen palackozott, vagy valamilyen formában nekik is van, és megpróbálunk ebből egy nemzetközi versenyt is szervezni, ezt majd idővel természetesen. Ugye beszélgettünk arról, hogy azért a balatoni szezon most hát nagyon jónak volt mondható. Ez nálatok miben és hogyan látszódott meg?
A közlekedésben. Biztos, ezt én is láttam, igen. Tehát nem viccet félretéve, ugye a partnereink forgalmán mi elsősorban nagy kereskedőkön érjük el a vendéglátókat, illetve a környező boltokat is. És hát a partnerek forgalmán láttuk, hogy itt a Balaton körül és más az ország más vidéki fontos desztinációin is jóval nagyobb volt a forgalom. Nagyon örülünk neki, és azt gondoljuk, hogy erre nagyon nagy szükség volt, főleg a környező többi borászoknak, ugye mi szorosan együtt működünk a helyi borászokkal is, és ez egy nagyon, nagyon fontos dolog volt, olyan szempontból is, hogy bár a magyar emberek nagyon szeretik a Balatont, és hál' Istennek, sokan az ország másik végéből is sokan eljönnek ide minden nyáron, de azt tapasztaltuk, hogy most egyre többen költöznek le a Balaton partjára. Egyrészt itt az ingatlanárakon is látszik, valamennyire a forgalmon, illetve ha feladunk egy álláshirdetést, akkor egyre több embertől halljuk, hogy hát most költözött le, vagy tervezi, hogy leköltözik, főleg Budapestről, de más nagyvárosokból is. Tehát. Mennyire fontos a bor eladás szempontjából a marketing? Azért ezzel nagyon sokan próbálkoztak, nagyon sok állami támogatást lehetett erre igénybe venni. Nagyon fontos, tehát a mi most is éppen nagy fejlesztésben vagyunk, hogy a marketing stratégiánkat javítsuk. Mivel nagyon sok pincészet van Magyarországon, ilyen 6-7 ezer körül van a számuk, ehhez képest Ausztriában mondjuk van 5-600, és egy sokkal nagyobb piacról beszélünk, főleg export tekintetében. Tehát egy nagyon jelentős túlkínálat van a piacon, itt mindenképp elsősorban a minőséggel lehet piacot szerezni, másodszorban a marketinggel. Ez egyébként vonatkozik az exportra is, ugye erről nagyon sokat hallani, hogy a magyar bor kivitelt hogy tudnánk erősíteni, támogatni. Mi azt javasoltuk, hogy egyelőre ne a marketingre költsük el a pénzt, hanem először tegyünk le valamit az asztalra. Nem olcsó mulatság nevezni sok nemzetközi borversenyre, de úgy gondoljuk, hogy ha ezt támogatná az állam vagy a szervezetek jóval kisebb összegből is, akkor először meg tudnánk mutatni, hogy magyar borokkal is nagyon sok aranyérmet, nagy aranyakat is tudunk nyerni. Erre nagyon jó példa volt a tavalyi brüsszeli Mond Selection borversenyen. A 7 nagy aranyból 3 magyar volt, és a maradék 4 is egy-egy országhoz került. És ez ilyen magyar, ekkora magyar siker még nem volt soha. Mi volt a titkuk a magyaroknak? Vagy, tehát mivel voltunk mi jobbak, mint mondjuk a franciák? Itt a 3 nagy aranyérem egyébként mind a 3 egy kései bor különlegesség volt. Egy tokai volt, és egy badacsonyi és egy egri. Az utolsó 2 a miénk volt egyébként. Ebben vagyunk a legerősebbek, tehát én úgy gondolom, hogy ahogy tokai is nem véletlenül egy világhírű márka, és ismerik mindenhol a világon. A magyar klíma az a fehérboroknak, rozéknak, késői születelésű fehérboroknak a legjobb. Természetesen jó vörösborokat is tudunk készíteni, de világszinten kiemelkedőt, én úgy gondolom, hogy ezekben a fajtákban tudunk felmutatni, és ebben tudunk olyan eredményeket elérni, amit más esetleg nem. És akkor már csak egy utolsó témára maradt időnk, azért ti egy sportos cég vagytok. Ezt mutatja az is, hogy elindultatok itt a legutóbbi nagy-nagy futóversenyen a Balaton körül. Igen, most ugye a májusban elhalasztották az Ultra Balatont, a tókerülő futóversenyt, és most október 2-án került megrendezésre, 2-án, 3-án, ugye most ketté választották az egyéni és a kis létszámú csapatokat. Minden évben elindulunk, van egy Varga pincészet csapat, itt elsősorban a kollégák futnak, és egyre többen kapnak kedvet a futáshoz. Nagyon támogatjuk őket ebben, és meg egy nagyon jó csapatépítő is. És hát a futóverseny különlegessége azon túl, hogy 220 km hosszú, és megkerüli az egész Balatont, ráadásul a felvidéken a elég komoly emelkedőket is meg kell mászni. A mezőny az átfut a mi pincészetünkön is. Hát ez azt jelenti, hogy egy ilyen 1000-1200 ember konkrétan átfut a pincén. Egyrészt ez egy óriási élmény nekik, nekünk is, hogy ilyen sokan eljönnek.
és ilyenkor a Pincészet udvarán pedig egy kis minifesztivált szervezünk, grill sütő, tehát kitelepül egy étterem, grillételekkel, rétessel, kávéval és természetesen borral, fröccsel, mosttal és nagyon szép panorámával. Tehát ilyenkor egy 3-4 ezer ember szinte folyamatosan ott van. Nehéz volt az idei verseny nektek? Hát maga a futás, én most már nem vettem részt idén, úgyhogy kihúztam magam, de majd jövőre tervezem, hogy ismét futok. Nagyon jó eredményt értek el a kollégák, tehát szép időt futottak. Esett az eső, úgyhogy kicsit eláztak. Maga a rendezvény pedig, hát így betartva, ugye kültéren volt minden, tehát beltéren se pincelátogatás, se semmit nem engedtünk. A fertőzés veszély miatt jóval kevesebben voltak, ezt éreztük, jóval kevesebb időt töltöttek el, de nem is ösztönöztük erre őket, mert ugye a felelősség miatt nem mertük ezt bevállalni. Bízom benne, hogy májusban már fog lazulni annyit a járvány, hogy most már 100%-osan teljes egészében ezt jól meg tudjuk szervezni. Egy dologról nem beszéltünk még. Hogy sikerült a szüret? A szüret, igen, aktuális téma. Jól sikerült, jóval kevesebb szőlőt vásároltunk fel, mint tavaly. Ugye most sokkal kevesebb, kisebb volt a kínálat, kisebb volt a termés. Ennek volt egy árfelhajtó hatása is. Ugyanakkor tavaly meg rengeteg felesleget kellett felvásárolnunk ugye a szerződött partnereinktől. Nem is ellenkeztünk, mert segítjük egymást, ha sok a szőlő, ha kevés, oda-vissza. Tavaly kb. 20 millió kilogramm szőlőt vásároltunk fel, idén pedig 17,5 millió kilogrammot. Tavaly viszont elég komoly lédig exportunk volt, egy 3 millió liter nyomott áron értékesítettünk, így tudtuk levezetni a felesleget, idén erre nem volt szükség, úgyhogy a elegendő szőlőt tudtunk felvásárolni. Ami nagyon fontos, hogy nem volt nagy kánikula, nem voltak hőségriadók, így főleg a korai fajtáknál nem égtek el a savak, úgyhogy nagyon szép, illatos, gyümölcsös fehérborok és rozék lesznek. Illetve a vörösborok érésénél nagyon sokat segített a szép, hosszú indián nyár. Az eső a végén nem annyira, de pont előtte még a késői fajták nagy részét le tudtuk szüretelni. Kíváncsian várjuk majd az eredményt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. A nézőknek pedig a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!